Szeretettel köszöntöm Mihalcsik Gyulánét Magdikát, aki az Erzsébetvárosi Terézvárosi Ipartestület vezetője. Köznapi néven IPOSZ-nak szoktuk emlegetni. Mennyi maradt meg még ebből az IPOSZ kifejezéséből? Ez még élő kifejezés? Ez az IPOSZ tulajdonképpen 25 éve van, mert régen kioszosok voltunk, ugye kis osz volt, az a kiskereskedőké volt, az a megnevezett név ugye a második világháború után, a másik pedig volt a kiosz, amíg a kisiparosok országos szerveződésének volt. Ez a 6. kerületi alapszervezete volt. És a rendszerváltással tulajdonképpen, hogy mást akarnak az iparosok is, tehát ugyanúgy, mint az ország akkori vezetése, hogy valami másképpen álljunk föl, ezek az alapszervezetek egyenkénti kiharcolással mindenki saját nevet választott. Én nekem, amióta én vagyok az elnök, én úgy éreztem, hogy ezt a nevet, ami annyira szép, hisz egy kerületnek igenis legyen újra az a neve, mint a háború előtt, hogy Terézváros, legyen az, hogy Erzsébetváros, hogy Józsefváros, hogy Ferencváros. Ez gyakorlatilag a 40 év teljesen leradírozta az emlékeinkből. A szüleink tudták, mi az, hogy Podmanicki utca, tudtak, hogy mi az, hogy Király utca, menjél fiam el a Körönthöz, és nagyon jó, hogy a régi neveket visszavették. És én újra nagyon-nagyon sokat harcoltam azért, hogy mindenhol ezek a, igaz, hogy nagyon hosszúra sikerült ennek a szervezetnek a neve, de újra kapjuk vissza, és igenis teljes mértékében, utolsó betűig kimondva így használjuk, és ezt nagyon köszönöm, mert ez valóban nagyon szép. Évek óta vagy ennek az egyesületnek a vezetője, szakmai irányítója. Nagyon-nagyon sok fiatalt tanítottál, neveltél, és a mai napig dolgozol aktívan. Egy társadalmi szervezetnek az irányítása mindig más feladat elé állítja a vezetőt. És itt említetted, hogy ugye az elmúlt 25 évben sikerült visszakapni a nevet. Sikerült visszakapni egy rangot, viszont tartalommal megtölteni nem is annyira könnyű. Tulajdonképpen azért, mert minden változik. Hát igen. 25 év alatt a világ megváltozott. 25 éve, ezelőtt, bocsánat, hogy kicsit elragadott az indulat, azon drukkoltunk, hogy legyen telefon. Manapság így váltogatjuk a telefonokat, és dobáljuk ki az egyiket a másik után. Szóval az iparban, az iparosoknál, bocsánat, nem az iparban, az iparosoknál mennyire gyorsult föl, mennyire változott meg a világ? Már csak a kifejezés a legutolsó a gondolataimban, mert azt mondják ránk, hogy vállalkozók vagyunk. Aha. Tulajdonképpen már ez is egy olyan szó, hogy vállalkozók vagyunk. Mi gyakorlatilag tradicionálisan, hisz vannak olyan családok, akik ötödik generációba végzik tulajdonképpen ugyanazt a kézműves szakmát. A riport előtt ugye beszéltük tulajdonképpen épp egy kárpitos családról, ott az ötödik generáció a kárpitos, ami egy baromi nagy büszkeség én szerintem, hogy ahogy a gyerek felnő a gépek között, meg tulajdonképpen a lehullott hulladékok az asztalról lehullott hulladékok között, megtanulja azt, amit úgy vesz magához tudást, mint az anyanyelvünket. Azt, hogy gyakorlatilag őnek ez olyan természetes így a tradícióban, hogy ezt ő folytatni tudja. Lehet, hogy más irányba fog elmenni az élete, de van olyan például cipész kisiparos, ahol a nagyapa, az apa cipész volt, és a fiatal ember annak idején, ugye, ő nem akart cipész lenni, ő építészmérnök akart lenni. De egyszerűen az apja kötelezte, hogy és mi lesz fiam az üzlettel. Tehát ott kellett hagyni a felvételit, nem mehetett felvételizni az egyetemre, és iparosságot kellett váltani, és ő is el tudta belőle tartani a családot. A problémát én úgy érzem a mostani fiatalságban, hogy tulajdonképpen nem érzik biztonságosan azt, hogy igenis, azt, ha a napi 8 órát beleteszi a saját képzésébe, hogy ő tanuljon, hogy fejlettebb legyen, akkor ugyanúgy ő is családfenntartó tudna ebből lenni.
nagyon vannak olyan családok, akik úgy megirigylik, vagy kiirigylik tulajdonképpen ezt a vállalkozást, hogy ő is vállalkozó, és ők viszont felkészülten indulnak ennek a kisiparnak, vagy egyáltalán kézművességnek. Van, aki ugyan hobbiból lesz tulajdonképpen, mert ő hobbiból érzi, hogy mondjuk ő neki tetszik az, hogy mondjuk a fonalat nemezeli, és akkor ő abból különféle formákat tud csinálni, és a végén vannak Budapesten olyan híres kézműveseink, akik újra például elkezdik a fonalat a televízió csatornán láttam én is, hogy újra szövik úgy, mint a Csipke Rózsika mesébe a fonalat. A döbbenet az, hogy erről kerültek újra ezek a kézzel gyártott fonalak, és ott a pici, kicsi, 9-10 éves gyerekeknek ezeket be a nyári táborokba mutatják, hogy igenis ezt lehet csinálni. Tehát nem szabad eldobni ezeket a régi szerszámokat, mert ezekkel mind lehet mindent újra élni és újra csinálni. Akkor van egy másik, ami nekem a rossz hangulatot adja, hogy az én szakmámon belül, ugye, akik járják ezeket a varróiskolákat, ugye a képzőhelyeket, lehet érezni, hogy nem is érdekli. Azért jön ide varni, hát mert ide vettek fel. Ez nem jó. Abba kéne hagyni, abba a pillanatba. És valami mást, amit szívből jön. Hisz gyakorlatilag egy életen keresztül ugyanazt a munkát, csak szeretettel lehet jól és szépen csinálni, és elhivatottság szerint. Én a saját munkámon keresztül, hogy én varrok, én nem érzek fáradtságot. Tehát nem lehet érezni azt, hogy most már lehúztam 6 órát, 8 órát, ezért van az, hogy nyugodtan tudok a munkám, hogy mondjam, a nyugdíjam után és a nyugdíj mellett még dolgozni, mert tulajdonképpen kipróbáltam azt, hogy a szakmán belül mi az, hogy árutermelés, mi az, hogy kisszériás modellek gyártása, és mi az, hogy egyedileg gyártani. Most, ahogy múlik az idő, és egyre több és csodálatos nagy áruházaink vannak, én már ezzel a korosztállyal nem fogok a fiatalokkal versenyezni, mert ők sokkal jobban tudják ezeket a naprakész divatot, hanem egyszerűen csak csodálom azt, hogy szépen dolgoznak, igenis vannak elhivatottak. Majd meglátjuk, hogy mit hoz az idő ebbe az átalakulásba. Egyébként 2-3 olyan gondolatba fogok belekapaszkodni most, ami azt hiszem, hogy a nézőket is érdekli. Az egyik az ugye, hogy beszélünk itt iparosokról és kereskedőkről, tradicionális szakmákról. És akkor mondtad, hogy tulajdonképpen vállalkozóvá váltunk. Ugye régen volt a maszek kifejezés, ami nagyon megelőzte ezt, de a maszeknak volt egy nagyon pozitív kicsengése, legalábbis, ami az embereket érinti. A vállalkozó egy ideig nagyon jól hangzott, és aztán utána a vállalkozó kifejezés kimondottan pejoratívvá vált, mert az éjszakából ismert vállalkozó, és mindig csak a rossz hírekben szerepelt. Tehát, amikor az ember, én magam is ugye vállalkozó vagyok, mindegyikünk, akiknek van egy BT-je, egy KFT-je, az vállalkozóvá válik, vagy XY egyéni vállalkozó, tulajdonképpen nem azt mutatja, hogy mi egy minőséget képviselünk, a szakmánknak a kiváló mesterei vagyunk, hanem nekem ez a vállalkozó, ez egy kicsit megfoghatatlan. Igen. Mire vállalkozik valaki? Hát arra vállalkozunk persze, hogy eltartjuk a családunkat, mert aztán ez a következőben, hogy az a tradicionális szakmában az a cipész, az a szabómester, az a kárpitos mester, az mestere volt a szakmájának, kitanult a csinyát, minyát, és igenis, nem vállalkozott, hanem el tudta tartani a családját. Fix biztosította a megélhetésüket. A szemlélet is más volt régen. Az, akire azt mondtuk, hogy iparos, és azt mondtuk, ugye, ahogy a Kellér Dezső mondta, hogy a maszekok, igen, az valóban én is úgy lettem, úgymond maszek, hogy én egy irigyelt
csapathoz akartam tartozni. Tehát az akkori 80-as évek vége, amikor tulajdonképpen szabaddá vált, tulajdonképpen, hogy ipart lehetett váltani, ugye alanyi jogon mondtuk így nagyon hivatalosan, akkor tulajdonképpen mit akartunk? Tulajdonképpen szabadakká akart mindenki válni, csak egy dologra nem gondoltunk, az akkori nagy öregektől még nem tudtuk megtanulni azt, hogy ez avval jár, hogy te neked kell megteremteni a saját fizetésedet, a saját szabadságodat, és ha beteg vagy, akkor a saját betegállományodat, és ezt mi mind nem tudtuk. Uh-huh. És gyakorlatilag az akkori, a 94-ben alakult meg ugye a kamarák, és nagyon-nagyon jól, de sajnos én úgy érzem egy picit fáziskésésbe, megpróbálták az akkori iparosokat, vállalkozásokat tanítani, menedzserkurzusokat csináltak, ami ilyen több százezer forintos iskolapadot jelentett, és én ott döbbentem rá, hogy mitől mentem tönkre. Ugye a, uh-huh. nagybani gyártás mitől ment tönkre? Grafikákon megtanították, hogy hogyan, mire kell vigyázni, hogyan kell újítani. Olyan emberek tanítottak bennünket, akik egyetemi tanárok voltak. Én ezért hálás vagyok tulajdonképpen a kamarának arra, hogy erre gondoltak. A másik pedig az, hogy a kérdésre, hogy válaszoljak, mások lettek, ez a felgyorsult világ hozta, hogy azonnal ad ide nekem az oroszlánt, és abból pénzt kell csinálni. Tehát bejött ez az amerikai szemlélet is tulajdonképpen, attól, hogy megnyíltak az országhatárok, megláttuk, mi van külföldön, azt hittük, hogy kolbászból van a kerítés. A háta mögé nem néztünk annak a kinti vállalkozásnak, hogy ő kőkeményen dolgozott. Hát igen, mert csak ugye az ember azt látta, hogy... Mindenre jut. Mindenre, igen. Csak ugye most a másik felem, mert tulajdonképpen az ember nem nézheti, úgyhogy csak erről az oldalról nézem, vagy arról az oldalról nézem, de hát most, hogyha egy cipészmesternek, akkor meg kell tanulnia, hogy ő könyvelő is legyen egyben, vagy fogad egy könyvelőt, erre sem gondol senki, hogy hány dolognak kell megfelelni, hány dologra kell odafigyelni, hiszen céget kell vezetnie. Hát most nem biztos, hogy egy jó szakember, aki egy kiváló cipész képes arra, hogy céget vezet. Ugye, és azokat a dolgokat is el tudja látni. Aztán a könyvelő az vagy ilyen, vagy olyan, az, vagy az óránál vezetér, vagy nem, akkor jönnek a büntetések, és még egy nagy különbség van, amire mi nem gondoltunk, és a mai nap, valljuk meg egész őszintén, nem egy kiváló táptalaj arra, hogy egy vállalkozás föl tudjon fejlődni. Mert annak idején Amerikában mondjuk volt egy tőke, és hogyha az ember fölvett egy hitelt, akkor arra el tudta indítani a vállalkozását, volt egy-két x év türelmi idő, hogy az be tudjon indulni. De manapság nem lehet így előre tervezni, hiszen az hitelt abban a pillanatban fizetni kell, és senki nem garantálja, hogy az a cég az termelőre fog fordulni. Ez mind így igaz, és én szerintem ez mind a, ez a gyors, hogy igen. mondjam, azért fordulatnak. Azért mondom, hogy mekkorát változott a világ. Hatalmasat. A másik az iskolai tananyagban külön van vállalkozási ismeretek. Tehát a szakmunkás képzésbe, a technikus képzésbe igenis vállalkozási ismereteket tanít a tanárnéni. Az jó egyébként, igen. Csak a gyerek nem tudja felfogni, hogy aha. mit is tanul. Ez ugyanolyan, mint a közgazdaságtan az egyetemen, baromi száraz, és ugye mindenki azt mondja, fú, szűzanyám. És nem így kéne. Pedig mennyire szükséges? A legfontosabb része az, hogy például, amikor 1988-ban ugye bevezették az áfát, én akkor döbbentem meg, hogy az akkori bevételem mindjárt 25%-kal kevesebbet ér. Igen. Úgy kezdődött. Hát kezdődött az arra, hogy azt se tudtuk, hogy mi az, hogy bruttósítás. Az egy másik. Az a sok mindent meg kellett igen, tanulni. Tehát igen. gyakorlatilag az elmúlt 25 év az iparosok életében hatalmas változásokat hoztak, a gazdasági törvények jelen esetben, a könyvelési törvények minden évben változtak, egyre jobban szigorodott minden, tehát gyakorlatilag az a nagy szabadság, ami az anyagi részét illeti, mondjuk meg őszintén, ez gyönyörűen vissza lett szorítva.
A pénztárgépek megjelenésével ugye a szolgáltató ágazatra egyértelmű a kötelező, a nyugtatás kötelező lenne mindenki számára, és ezt úgy azt hiszük, hogy ez ebben nem lehet játszani. Ez egy baromi véresen komoly dolog, és ugye meg vannak sértve, ha Istenem, hát büntetést is kapnak. Már bocsánat, hogy így kívülről így beszélek, de végig kéne gondolni, hogyha mindenki becsületesen adózna és fizetne, mindannyian kevesebbet fizetnénk. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy egyik ismerősöm mondta, hogy az embereknek a nagy része ezt az energiáját arra fordítja, hogy akár a hatóságokat, akár valamit kijátszon, és akkor azt gondolja, hogy ő milyen ügyes, aztán utána visszajut. Most csak mondok egy példát rá, a minap parkoltam itt az Ötvös utcában, és 10 percre ment, terveztem, hogy bemegyek a bankba. Nem váltottam jegyet arra a 10 percet, csak azért mondom, hogy milyen gyarlóak vagyunk, gondolom, 10 perc alatt csak nem jön az ellenőr, de a bankba sorba kellett állni, úgyhogy az a 10 perc az 25 perc, és mire visszajöttem, sajnos ott volt rajta a büntető cédula. Tehát mindig azt gondoljuk, hogy fú, megusszuk, és nincs, nem is annyira, most csak azért mondom, ugye meg fogom úszni, nem adok nyugtát, stb. Tehát az emberek így gondolkodnak, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna menni 5 métert, bedobni a 300 forintot, és kész. És nem jött volna 3000-es büntetést, ahol hülyék vagyunk. Nem csak az, ez gyakorlatilag erről nem tehetünk. Hogy a fiatalok ugye az idősebbektől ezt látják, hogy lehetett ügyeskedni. Most nézzük, csak maradjunk a villamoson. A villamoson divat volt a blitzelés. Hát most őszintén, hát a tujázás, ez olyan, mindenki emlékszik erre. Leugrottunk, fölugrottunk, aztán jött a friss. Beült a kasszába a jegyellenőr, aztán már sétálgatnak a jegyellenőrök. És most hol tartunk? Hogy most be sem mész a metróba, ha nincs jegyed. Mert egyszerűen nem engednek. Visszaállt a rend. Így van, igen. Tehát én szerintem minden tekintetben én azt mondom, hogy ha mindenki a rendet be fogja tartani, akkor biztos, hogy jó világ lesz nálunk. Én nagyon lehet, hogy utópistának mondanak, de én merem remélni. Mi az, amivel a leginkább hozzátok, mint ipar testülethez fordulnak az egyesületnek a tagjai? A tulajdonképpen most a legnagyobb problémánk az, hogy mi ki vagyunk öregedve. Az újak nem érzik azt, hogy valahova tartozniuk kellene. Ez a legnagyobb hiba és a legnagyobb probléma. A 25 év történetében tulajdonképpen az, hogy amikor 25 évvel ezelőtt az ipartestület, mint új névvel 1990. január 1-én a cégbírósághoz bekerült, hogy önálló tevékenységet fogunk folytatni, akkor 3300 tagja volt. 2014. július 14-én én úgy vettem át, hogy voltunk 16-an. Ez egy aggasztó állapot, mert egyszerűen attól, hogy a kamarát tehát önkéntes a kamarai tagság, a valahova tartozni akarok, ez nincsen benne a fejekbe. Régen kötelező volt, és a kötelezettségre, és mit ad nekem, ugye ezt a szót ismerjük, nem, nagyon sokat ad a kamara is, nagyon sokat adna az ipartestület. Az ipartestület tulajdonképpen egy olyan érdekvédelmi szervezet lenne, ha tulajdonképpen az iparosok, vállalkozások vezetői éreznék azt, hogy nagyon jó együtt lenni. Miért jó nagyon jó együtt lenni? Azért, mert nem értekezletekre kell járni, mert attól nincs megoldva semmi az én meglátásom szerint. Egyszerűen baráti beszélgetésekre kellene összejönni, egyszerűen azt, hogy ki mit tud a másiknak ötletelni. Hogy vagy például nagyon jól működik egy pillanatnyilag, ugye most 42 tagunk van már, a 42 tag között nagyon jól működik az, hogy közösen megyünk például operába, színházba, mindenkinek van valami ötlete, az ötletelésen belül mondjuk a számítógép használatot nagyon köszönjük a Terézvárosi Önkormányzatnak, hogy lehetővé teszi azt, hogy a polgármester asszony engedélyével az iparosok
ugyanúgy, mint a nyugdíjasok, járhatnak a számítógépes továbbképzésre. Boldogok vagyunk azért, hogy a nyelviskolába részt vehetünk ugyanúgy, mert erre nagyon nagy szükségünk van. Az, hogy a belváros kellős közepén vagyunk, és a külföldiek, hála Istennek, egyre többen vannak, és nagyon sokan beszélnek igenis angolul, és mindjárt megkérdezi, ön tud beszél angolul, ugye, mondja úgy, ahogy, és minden. Lehet indonéz, lehet japán, szóval egyszerűen a földgolyó minden tájáról jönnek, és angolul megszólal, hogy te beszélsz angolul? Mondtam, nem, csak mondjad. A probléma az, hogy közel 70 évesen nyelvet tanulni nekem nagyon nehéz, borzasztó nehéz. A fáradtságot nem vettem ahhoz, hogy szavakat tanuljak, mert egyszerűen igyekszem azt, hogy kiszolgáljam az illetőt, és én büszke vagyok arra, hogy egy-egy szót ugyan, amit szokták mondani, hogy és te beszélsz németül, nem, amit mondom, más elfelejtett, szoktam mondani, na de híres emberek járnak hozzám, tehát olyan értelemben, hogy nem rendszerességgel, csak amikor éppen Magyarországon jár, büszkék vagyunk mindannyian, belvárosi 6. kerületi iparosok, hogy ez a külföldi eszébe jut és eljön ahhoz az iparoshoz, hogy valamit szeretne, akár egy ajándéktárgyat, jelen esetben ugye nálam a ruhadarabot, itt van, eljön, mit tudom én, 2 hetes nyaralásba, valamelyik nagy áruházba, ugye megtetszik valami, jaj, hosszabb, rövidebb, valamit kell csinálni. Nagyon jó dolog ez. Én a szemléletet adom át az iparosaimnak, hogy nem szabad becsapni a külföldit. Nem szabad lejáratni Magyarországot, mert ő sem bolond, ő is tudja, hogy nála az ő országába ez a javítási költség mibe kerül, és gyakorlatilag, hála jó Istennek, ilyen gondunk úgy nincsen. Tehát nincs az, hogy valaki, ahogy szokták mondani, újság főcímére kerüljön. Hát, hogyha csak ezt a gondolatiságot már sikerül a testületen belül továbbadni, és itt a nézőknek is egy picit a gondolatát ebbe az irányba terelni, hogy a becsületesség, a rendes munka az hosszú távon is meghozza a gyümölcsét, vagy megtartja, frissen tartja azt az árut, akkor már érdemes volt beszélgetnünk annak kapcsán, hogy 25 éves ebben az évben a Terézváros Erzsébetvárosi Iparosok Országos Testületének szervezete. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.